Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket! Hiába mondatja le a bábjait, és hiába mutogat vissza a tatárjárásig, Orbán Viktor a pedofil ügy felelőse, és a Fideszes pedofil hálózat feje. Ez bizonyítja az a magyar kormány által kiadott hivatalos dokumentum, amit itt tartok a kezemben. Ebben az áll, hogy Orbán Viktor adott magyar bronz érdemkeresztet a pedofilia miatt elítélt V. Jánosnak. Méghozzá 2016-ban, öt évvel azután, hogy kiderült a Bicskei Gyermekotthon igazgatója, molesztálja a rábízott gyerekeket. A magyar közlöny 2016-os évi 122-es számának 12.573. oldalán bárki elolvashatja, hogy kinek és miért adott kitüntetést a miniszterelnök. Idézem. A hátrányos helyzetű gyermekek nevelése és az önálló életre való felkészítése iránti példaadó elhivatottsággal végzett munkája elismeréseként Vásárhelyi János, a Bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola igazgatója részére. A Demokratikus Koalíció válaszokat vár Orbán Viktortól. Miért adott kitüntetést a bicskei pedofilnak? Mi kitüntetni valót látott a gyermekek megrontásában, és miért gondolja, hogy a pedofiliát a legmagasabb állami szinten kell elismerni? Szó sincs arról, hogy Orbán ne tudta volna, hogy kit tüntet ki. Hiszen 2016. augusztus 20-án adták át ezt a kitüntetést, 5 évvel azután, hogy az igazgatóról kiderült, hogy pedofil. Joggal dühös ma minden jó érzésű ember az országban. Orbán Viktor válaszal tartozik az országnak. Miért tüntette ki a Bicskei Gyermekotthon pedofil igazgatóját? És miért épített ki az Orbán rendszeren belül egy fideszes pedofil hálózatot? Ahogy az a magyar közlönyből világosan kiderül, ennek az állami kitüntetésnek személyesen Orbán Viktor volt az előterjesztője, és személyesen Orbán Viktor volt az ellenjegyzője is. Itt is szó szerint idézem a szöveget. Az állami kitüntetésekről szóló 2011-es évi 202-es törvény 18. paragrafus első bekezdése alapján a miniszterelnök előterjesztésére a hátrányos helyzetű gyermekek nevelése és önálló életre való felkészítése iránti példaadó elhivatottsággal végzett munkája elismeréseként Vásárhelyi János, a Bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola igazgatója részére Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést adományozom. Pont. Aláírás, Áder János köztársasági elnök, ellenjegyzem Orbán Viktor miniszterelnök. Magyarán nem Novák Katalin, nem Balogh Zoltán vagy Varga Judit, hanem személyesen Orbán Viktor döntött a bicskei pedofil kitüntetéséről. Orbán nem a pedofil segítőjét tüntette ki, aki miatt Nováknak és Vargának is mennie kellett, hanem magát a pedofil igazgatót, V. Jánost. Kérdezem én, ha Varga Juditnak mennie kellett azért, mert ellenjegyzője volt a pedofil segítő kegyelmének, akkor Orbán Viktor hogyan lehet még mindig miniszterelnök, ha saját kezüleg előterjesztette és ellenjegyezte a pedofil igazgató állami kitüntetését? A demokratikus koalíció válaszokat vár Orbán Viktortól. Miért adott kitüntetést a bicskei pedofilnak? Mi kitüntetni valót látott Gyermekek megrontásában. És miért gondolja, hogy a pedofiliát a legmagasabb állami szinten kell elismerni? A Fideszben legkésőbb 2011 óta tudták és tudják, hogy V. János pedofil. Ehhez képest Orbán Viktor 2016-ban adott neki magyar bronz érdemkeresztet. Tudni akarjuk, hogy miért? Orbán Viktor válaszszal tartozik az országnak. Miért tüntette ki a Bicskei Gyermekotthon pedofil igazgatóját? Miért tartja elismerésre méltónak gyermekek szexuális bántalmazását? És miért épített ki az Orbán rendszeren belül egy fideszes pedofil hálózatot? Erre válaszoljon a miniszterelnök, a gyermekvédelmet pedig nem merészelje a szájára venni addig, amíg nem vállalja a felelősséget ezért a gyomorforgató ügyért. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!